Hát eljött az a, az, az már megint, hogy Dancsó Péter beleállt a pamkutya tesókba. A reklámjaikról lesz szó, amiket én is sokat filéztem, meg beszéltem róluk. Úgyhogy ez egy olyan téma, amihez így vissza-vissza de mindig Dancsó Péter a, a, dinamit, ami kirobbantja a beszélgetést. Nézzük meg, hogy mi az újabb fejezet ebben a szagában. Bár, te súlytalan fasz vagy ipon.hu. Már 20 éve veletek. Na most, hogy doboltam egy kicsit az asztalon, nézzük meg, hogy milyen title change voltak. Figyelj, már beficentettem itt a vid val Volt háromféle, megpróbálok ráközelíteni, háromféle címe is ezeknek a videóknak. Például a legkínosabb pamkutya reklámok, Szuper hangulatú pamkutya reklámok, vagy még több super hangulatú pamkutya reklám. Ez már ilyen epizódikusság, és mindegyikben hamburger emoji van, de végül, amelyik megnyerte a, a, nem tudom, a versenyt, az a legkínosabb pam, a legkínosabb pamkutya reklámok. Nem tudom, hogy mennyi százalékban clickbait, és annak kell tulajdonítani, hogy oké, okay, Dancsó Péter, már veszít a népszerűségéből, nincsenek akkora megtekintései, még egy ekkora címmás, hogy pankutyába áll bele, és akkor azért próbál egy ilyen címet, vagy ezek tényleg a legkínosabb pampkutya reklámok lennének? Hát hírvigó, meg fogjuk tudni. Utána megnézzük talán meg a kommenteket, és egyébként a like-dislike addonnal lehet nézni itt. Nincs olyan sok dislike, szóval lehet, hogy ez egy békesebb hangulatú fejezet lesz fél év telt el, amióta a Pista meg a Béla megígérték nekem, hogy kevesebb kínos reklámot csinálnak. Aztán azóta csináltak még egy csomót. Ha nem tudom, de nagyon ilyes vagyok, úgyhogy tudná hozni Meki-t? Egy egész Meki, csak nekem. Gyere és nézd meg te is élőben a megújult nyugati megdonálcot. Mostantól újra nyitva a nyugati Meki, és ti is nyugodtan lehettek yeah! Az előző... Ö... nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon Dancsó Péter megnézte azt a beszélgetést, amiben a pamkutya a Norbinak tettem fel kérdéseket én, és abból, abból, számomra kiderült, hogy, hogy Norbiék már nem akarnak többi erre válaszolni, legalábbis ott azt mondta nekem, hogyha én, ha jól emlékszem, hogy ez, ez, ez így már így betetőzött, illetve Dancsó Péternek valami segítség kell. Nem tudom, hogy ő azt látta-e, vagy hogy érde érdekelje, hogy, hogy, mit gondol a másik oldal, de minden esetre őt, őt nem annyira zavarja, úgy tűnik, hogy, hogy ezzel, ezzel így megálljon. Továbbra is a meg is reklámok a lényeg. Arra lennék kíváncsi, hogy például a The a The valaha szájára venni a Dancsó Péter. Mert nyilván Pamkutya, oké, okay, marha nagy név, de már nagyon sokat ekészte őket. Nyilván itt elindultunk az amerikai követséges témákról. Vannak, vannak, vannak reklámjaik, nyilván sok ilyet csinálnak, de hát senki sem, tehát senki sem csinál olyan reklámokat, amikre nem mondhatnál, mondhatná egy ember azt, hogy kínos. Mert itt ennyi a tét. Cringe vagy nem cringe? subjektív, személyes, én is ebben utazom, ebben a csónakban nevezek, ebben a kringék csónakban, hogy rámondom valamire, hogy szerintem kínos, utána megtámadnak annak, az, annak a feltöltőnek, vagy tartalmgyártónak a néző, hogy Ácsi, te vagy a kínos, te vagy a béna, te egy vérszívó, súlytalan vagy. És igazuk is van amúgy, mármint a második felének igazat, igazat, adok. A vérszívót az azért nem mondanám, mert, mert, mert hát de, de az is valóban. Valóban. Valakiről elmondani valamit, az azt jelenti, hogy szívod a vérét igazából. Képletesen. Na, menjünk tovább. Meg is pankutyás videó után a srácok másnap felosztották egymás között, hogy az egyik instán, a másik TikTokon reagál kis írcemekkel. És hihetetlen, de. Jajaj. Ez, ez most jön vissza? Hát ez hónapokkal ezelőtti sztori, és most hozza vissza Dancsó úr? Hát ezek, ezek a videók egyébként, e -e -e ezekkel kapcsolatban kérdeztem én a Norbit kisírt, fú, nagyon kemény. ezek a reakció videóik még kínosabbak lettek, mint az addigiak. Dancsó Peti az előző videójában konkrétan ránk támadt, és perceken keresztül kritizálta a munkásságunkat. A videóik olyanok voltak, mint amikor a gyerekek az óvodában bemószerolják egymást az óvónéninek. Peti most már olyan vállalhatatlan és képmutató módon beleköt mindenbe, ami moz... Az van, hogy az a cringe, ez kicsit ilyen Trump versus egész demokrata párt, hogy... A, a, a Dancsó a Trump, mert olyan szinten már ilyen zsigerileg belehatol abba, hogy, hogy ne, ne próbáljunk meg kedveskedni egymásra. Mondjuk ki frankon faszán, amit gondolunk. Pamkutya Márk ne köntör falaz, nem mond az, hogy jaj, a Dancsó Péter milyen csúnyán beszélt, enyebe. És tényleg van egy ilyen, ilyen vibe-ja ennek, amit a Márkek csináltak, hogy ők ilyen kulturáltan, visszafogottan elmondták, hogy ők ezt úgy látják, hogy ez így nem oké, okay, stb. Nagyon szépen oldották meg, amit Tök könnyű kínosan, kínosnak beállítani, le és, és szerintem nagyon sok embernek ez imponál. Az az, hogy sajnos muszáj beszélni. Mármint amit a Dancsó És ezek a kínos áldozati pózós reakcióik teljesen jelentéktelenek voltak, de volt bennük egy mondat, ami egész jól leírja őket. Tényleg úgy gondolom, hogy bárki, aki megnézi így a munkásságunkat, ennek egyszerűen kell, hogy találjon benne értéket. Ők tényleg ennyire nagyra tartják magukat, hogy elvárják, hogy őket csak dicsérni lehet. Annyira kőkeményen kiforgatja, nem? Annyira érdekes, hogy én ebben látok valami érzelmi ö, reakciót. Ez nem hiszem, mert hogy, mert hogy érted, nem is, nem is az én, hogy pamkutyáikról van szó. Hát Dancsónak nincsen, hogy súlycsoport. Ő, ő neki nem okozott problémát akárkibe beleszállni, egy, visszafogom magam, én is nyilván ebben utazom, véleményt mond, akárkiről véleményt mondani, akármilyen véleményt. De, de itt azt érzem, hogy amilyen feszült, meg amennyire egy be van, nem tudom, csavarodva ebben a akármilyen ilyen biciklis felsőjében, hogy itt most ő így, ő így kiadja magából, nem? Ez a, ez a tekintet, amit látok, ez nem az a laza csávó tekintet. Ez inkább a, most bepatintottam valami pszichoaktív szert, és most elmondom, mit gondolok a pamkutyáikról. Én azt látom, hogy ez most, ez most, ez most így megindulni látszik de az, hogy megpróbálunk valamit átadni, vagy valami újat csinálni, az, az szerintem mindenkinek egyértelmű kell, hogy legyen. Azt mondja, meglátjuk! Egyszerűen kell, hogy találjon benne értéket. Ők tényleg elhiszik magukról, hogy ezek a videóik előremutatóak. Neked mi uteszed be Hollandiáról? Amsterdam? Vagy esetleg a tulipánok? Holland lótparádé beállítja ezeket a videókat, amiket ők csinálnak edukációs, ismeretterjesztő célzattal, bénának. Mert hogy ez nem olyan cool vibe, nekik nem ezt kéne nyomni. Én azt nem értem. Tehát ez, ez olyan durván, tényleg a YouTube, meg mindenfajta internetes platform egy, egy fegyver, egy revolver, hogy megindítod valaki ellen, van elég követőd, puff, rálősz. Mert neked szubjektívan ez béna, ez cringe. Tudom, hogy én is ebbe utazom, ez így működik, de hogy a felismerés bennem most egy ilyen, hát egy előre szaltót nyomott, utána meg kettő hátra szaltót, és próbálok magam azt érni, hogy, hogy, igen, ilyen lehet. Viszont azt gondolom, hogy egyfajta méltányosság mindig kell, hogy legyen bennünk. Hogyha valaki nagy mértékben inkább értékteremtéssel foglalkozik, és, és a munkásságának tényleg töredék részét teszi ki a cringe, vagy az ilyen, hát ilyen bénább reklám tartalom, akkor az egy folykkal méltányosabbnak kell lennünk, mint mindenki mással, aki meg csak okádja ki a szart az internetre, ami nézetetlen, értéktelen fos, amire egy perc múlva nem emlékszel. Szóval ezt, hogyha nem veszed, nem veszed bele a képletbe, akkor, akkor szerintem nagyon rosszul gondolkozó, vagy legalábbis ez a enélkül való ilyen bíráskodás, meg, meg beleállás, nagyon komoly talán ezt téged. Hogyha ezt Dancsó megcsinálna tényleg a VR-tól elkezdve, a Magyarósi csabával, hogy mindenki szépen sorra venne, hogy oké, én ezt látom, ez a vélemény, és mindenkit beállítana úgy, ahogy ő látja, és akkor az emberek eldönthetik, hogy mi gondolnak róla. Más vibe adna, mint hogy folyamatosan visszatér a pankutyára, akik tényleg nem az a két csáva, akik mondjuk a saját, nem tudom, háziállatuknak csinálnak egy Insta oldalt, és még ott is van mondjuk szponzoráció. Igen, Barni. De, de hogy... De hogy hogy ők azok, akik réges régóta itt nyomják, a YouTube-ból élnek meg, tudjuk, hogy reklámokat fognak csinálni, el lehet mondani egy cringe -ek. Bárkinek el De olyan furcsa, amikor ezt a gondolatot ragadjuk ki, nem? Hogy amikor Norvi azt mondja, hogy szerintem kevés ember tudja azt mondani, hogy vagy ne, nem lehet eltagadni, hogy ezekben a videókban van érték. Hát igen, lehet ki lehet kezdeni. Minden lehet azt mondani, hogy ebben nincs érték. Mit, ér, mit érünk vele, hogy ezt kimondjuk? Azt nem tudom. Viszont az tényleg nehéz elismerni, hogy az ő munkájuk nem értékes. Vagy ne, nem, nincs, nincs, hatása, nincs valami építő jellege. Mert hogy nagyon sok olyan videójuk van, amire ezt nagyon néz rámondani, hogy, hogy semmi jó nincs benne, vagy semmi pozitív, főleg mindenki másnak a tükrében. Új! Gyere, gyere, gyere. Most már lehet bekarikázzással keresni. Bármilyen fotódon bekarikázol, bármilyen ez rohadt cringe, erről én is csináltam videót. Én is csináltam erről videót, elmondtam, hogy ez a feature is béna, meg ahogy reklámozzák, az is béna, viszont ilyen briefet adott a Samsung. Erre olyan büszke a Penta média egyébként, meg lehet nézni a weboldalokon, hogy a Samsungos kollaboráció mennyire tetszett nekik. Nyilván ez csak egy eleme, de ez a kampány, ez a... Hát most én nem tudom, én csak Google Lance-nek tudom hívni, de nyilván a Samsungon be tudott karikázni egy tollal is. Nagyon frankó. Ez szerintem is béna volt, hogy megcsinálta. és azonnal átkeresztette a telefonot. De akkor ez most egy Samsung reklám? <laughs> Persze, hogy nem az, az <laughs> ja, mondtam. Nem mondtam, ja, de ez egy Samsung <laughs> reklám. Igen. <laughs> Oké, <Okay>, vágom. <is. gül> és a videóikban mindenre reagáltak, csak a lényegre nem, amit mondtam, mert tudták, hogy igazak az állítások benne. Mivel az elmúlt években a csatornánk ismeretterjesztő irányba fejlődött, a Béla vagy a Pista olyan ismeretterjesztést csinál, hogy Western Bokornak hívja az ördögszekeret. A western filmekből ismerjük azt a jelenetet, amikor az üres sivatagon átfúj a szél egy bokrot. Most viszont valaki felvette videóra, hogy milyen az, amikor több ezer bokrot fújját egyszerre a szél. Így már elég dolog. Ez volt életem legparább jelménye. Ez egy általános iskolás, áltudományos kiselőadás szint, amit ők szeretnek tudománykommunikációnak beállítani. oké, okay, Bandival lehet nagyon jó kijött volna azon az estén, amikor Csokival dumálta a... ezekről a pamkutyás dolgokról. Szerintem úgy érzem, hogy ők, ők, jó asztaltársaság lettek volna, mert olyan érdekes, hogy ezek lesznek most itt kihúzva. Nem a pamkutyának a van elmesél dolgokat. És hát szerintem, általánosságban véve igényesen vannak összerakva. Nem tudom, tehát hogy tényleg olyan, mintha az ember nem, nem, nem venné a szempontul egyébként a magyar YouTube, meg a magyar internet úgy általánosságban milyen szinten van. A tudománykommunikáció viszont fontos számomra. A nem túl okos emberek és a nagyon fiatalok persze elhiszik, hogy ennek bármi köze van a tudományokhoz. Fú, de magas lóról. Hadd mutassam be nektek a világ legbátrabb lúdját. Bár megvédi megvédik pamputyát, együtt podcastoltak. Őszintén szóval én ezt, én ezt gondolom. Én nem tudom, nem tudom mit mondjak erről. Amikor majd olyan reklám lesz, ami gáz, el fogom mondani, hogy gáz. Most az, a Samsungosra elmondtam, hogy az gáz volt. De én, én több olyan videókra elmondtam, hogy szerintem ciki. Az, hogy elmondja egy videóban, hogy Western bokor, és hogy volt egy ilyen felvétel, mi a, ebben mit kössek bele, hogy ez nem elég tudományos nekem? Oké. Akkor jó. Én, én, nem tartom tudom, már Én nem, nem, tudom, hogy ezt cikinek tartsam. Hát ebből a szempontból tényleg minden ciki. Nincs olyan dolog, ami elfogadható, mert minden kurva cringe. Az is, hogy valaki, nem tudom, 40-50 éves létére videójátékokkal játszik, és azt streameli. Hát milyen kurva cringe már bazd meg. Ha ezt így adom elő, ezzel a hangvétellel, és még, még felhozok érveket, hogy nézd meg, bazd meg, úgy kattingat, mint egy óvodás. Tehát, hogy nyugy, 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 ezt csinálja. Azt, azt, hiszi, bazd, azt hiszi hogy, izé, hogy, 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 jó fej. Meg majd ezt fogja csinálni izé. nyugdíjas otthonba is, hogy ott vereti a izét a Fortnite-ot. nem tudok olyat mondani, amiből ne lehetne azt kihozni, hogy cringe. Viszont én azt gondolom, hogy méltányosnak kell lenni. Én is ö, beleálltam kétszer-háromszor a pamkutyáékba. Én, én, nem változtattam meg a véleményem. Én el, elmondtam, hogy a meg is reklámokra mit gondolok, mik az itzenek, mi volt a logikai bukfenc benne de szerintem abban, amit én mondok, lehet, hogy a valaki azt érti, de ez csak a Pompkutyáiknak a mosdatása, megvédése, hogy jóba legyél velük. Nem tudom, hogy én mit fogok valaha nyerni. Nem hiszem, hogy a Norbi még egyszer eljön, vagy a Márk az én podcastomba, ami már egyébként hónapok óta nem volt adás, mert nem tudok senkit leszervezni. Egy ember nagyon szívesen eljött volna, csak nekem nincs időm valójában, szóval igazából az az én sorom. De hogy ja, nem, 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 nem tudom. Biztos így van. Nem vagyok csicska gyerek. Ők megmaradtak a kiskorú célközönségük szintjén. Ezért tud velük olyan sok gyerek és gyereklelkű felnőtt azonosulni. De mi a fasz? De e, most nem a Márkopédia az egyetlen tartalom, foglalkoznak. Ez egyébként tökre gáznám, amikor tényleg, amikor ketten vagytok egy csatornán, hát akkor garantáltan össze fognak titeket mosni. De hogyha csak tök különböző a két tartalom, éket, ha megnézed egy Márkopédia rész, általában azért az úgy, a youtube ban legalábbis fel van építve. Az, hogy az Instagram rövid videókban meg a, nem tudom, a TikTokon az, azok a videók bénábbak, vagy egyszerűbbek. Hát, oké, okay, lehetne jobb, lehetne jobb, tessék, lehetne jobb. Valid kritika. Én, én nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy a, hogy a gyereknézőkkel való. Ö, tehát, hogyha, hogy, hogy nem tudom, hogy Dancsó Péter ismerje mondjuk, nem tudom, Burján, Fanni, vagy Elek, Robi, vagy Vicc Elek munkásságát, vagy, vagy esetleg mostanában fogyasztott a sajt 32-t. Tehát, hogy, hogy itt ezt nem lehet azt mondani, hogy ő például nem, nem kipécézte őket. É. Hadd mutassam be nektek a leganyosabb fókát, amit valaha láttatok. Привет. Ismeretterjesztő videóink is olyan méretűvé váltak. Ezzel egy időben reagált a másik pamkutya is, akinek a videójában az egyetlen érdekesség az volt, hogy sikerült összehoznia, hogy a videó hátterében két Samsung szatyor is legyen. Ez most egy Samsung reklám? Még... É, releváns, nem? Ez most, ez szerintetek releváns érv? Hogy a háttérben van két Samsung reklám. Két Samsung reklám táska, bocsánat. Hogy most... Nem, ezzel nem lehet senkit lejáratni. Ez, ez annyira ilyen erre, vagy nem is tudom. Még külön. Ez nem érvez tény, igen. Ez nem olyan, hogy most, fú nézzétek meg, ott van. És ezzel most, ez tudja, ez, ez, ez milyen durva, nem? Hogy ez a csávó még így beszél, hogy ott van a két Samsung Hát ja, amúgy ez durva, hogy ott van. Mit is kezdjünk mi Cégeket ezzel? is kaptak a szatyrok, nehogy elfáradjanak a szatyorkodásban. Különösen talán az eset rosszul a, a kisfilmjeinkkel kapcsolatban, hogy, hogy, azokat is leszóltad. I may have located a weak spot, like Végül is mindenki arra pazarolja az idejét, a pénzét és az energiáját, amire akarja. Az amatőr filmezés mindháromnak a pazarlása. Eh? Ezután... Ja, hírvigó, igen, bazd meg. Az amatőr filmezés a mik ezek az ideológiai ilyen, ilyen, ilyen agymenések? Ezt, ezt meg ezer ezerszer elmondta, szerintem mindenki magáról, aki valaha a tartalmat gyártott, hogy és mindenki el is tudja mondani, hogy Dancsó miért csinálja azt, amit csinál? Ő miért nem csinál mást? Mert ezt szereti csinálni, ezt akarja csinálni, nem? Vagy erre belekényszerült, van egy ilyen, van ez a rosszabb, ez a, ez a nem az a srác út, tud, ez a belekényszerült, tettem magam, hogy ezt csináljam, az nem jó. Hogyha a pamkutyájaik holnaptól ö, gaming csatornát kezdenének el felépíteni, meg olyan videókat csinálni, vagy főzni kezdenének el, vagy nem tudom, magukat sminkelnék drag queennek, szerintem azt is néznék sokan. Ez van. Lehet, hogy gyerekek nézik, de, de működni fog. Én is ezt már nagyon régóta ö, hát nem tudom, gondolkoztam magamból, hogy na ők mitől ilyen sikeresek? Hát nyilván azok, mert ismertek. De az, hogy, az hogy, a, hogy, hogy, konzisztensek voltak és mindig csináltak, mert van valami olyan, amit csinálnak, abba el kell fogadni, hogy van valami olyan, ami sok emberre rezonál. Hát a Dancsó videóiban is van ilyen. Azt sokan nézik. Neres a Pali, most megmondom, NFM sokáig jönnek a Magyar Péter lejárató videók. Lehet, bizt, lehet. Amúgy, amúgy ebben ebbe, szerintem senki nem lepődne meg, hogyha a Dancsó a Magyar Péter hangfelvételeivel foglalkozna. Én, én biztosan nem lepődnék. Utána a hiszti után egy héttel egy Insta -postban pedig mégiscsak elismerték, hogy igazam volt. Kossus senát becseltú a helszerszeket, és a kritika kehreszet jogosnak tartjuk, uhi ogyi eszeszeretnénk baltoztatni kettemában. Celso. ezt a történetet készítettél Instagramon, TikTokon, túl nagyilét, ezt a nacionális fogunk. Akkor mire fel voltak ezek a kínos személyeskedős visszavágások, hogyha végül mégiscsak elismerték azt, amit róluk mondtam? Végigmentek a gyász... Mi az, hogy amit róluk mondtál? Oh. Jó, hát végül is ezt is elismerhették. De nem, 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 jó, mindegy, hát magának tulajdonítja. Ez végül is rendben van. Magának tulajdonítja a dicsőség. Ellopja kreditet. A a Először nem akarták elfogadni, okay. aztán beletörődtek. És azután mi történt? Meglepetésszerűen ugyanott folytatták a reklámozást, ahol abba hagyták. Meghoztam a meg... Oké, okay, let's do this, guys. Let's do this. Oké. Okay. Készülni fog majd egy olyan tartalmam, ami mindegy, ami miatt én nagyon sok Insta fiókot mostában végignéztem. Na, jaj, kezdjük innen, kezdjük innen. Hirdetés. Nem hirdetés. Hirdetés. Nem hirdetés. Hirdetés. Nem hirdetés. Nem hirdetés, hanem a saját cuccuk. Hát, az ilyen félpont. Ez is az. Nem hirdetés. Nézzetek meg mondjuk egy mit tudom, én, kit írjak be, paszek. Na várjál. Te, te, csak én nem tudom, mondjatok, egy, mondjatok bárkit, egy, egy Benedek Povát, vagy, vagy egy... Hát Dancsó Péter mondjuk pont nem, de a kedvencem az a... Párki. Fortnite csenge, Fortnite Tessék, nem írunk, nem mondjatok többet, Fortnite csengét beírjuk. Már nyilván Dancsó Péter vele is bogarászott. Uh, fú, én mostanában abszolút nem követtem, hogy itt mi folyik, de hát nézzük meg. Nézzük meg, ez a kitűzött, ez uh, október 24, nem hirdetés, 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 nem látszik a poszt szövege, nincs szövege. De Csenge amúgy eléggé kicsekkolt. Nézzük a ríleket, jó? Ez a fontosabb. Hirdetés, XXL saját utca, hirdetés, 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 hirdetés. Ez a tonnak a reklámja, hirdetés. Bizonyám, az a reklámok az Instán a rílekbe bújkálnak el. Na mire szóval, hogy, hogy végig lehet így menni. A PAM kutyáiknál... Nézzük meg a videókat, várjál! Nem... Igen, igen, nem... Igen... Nem... Hoppá! Igen... Nem... Nem... Nem az van, hogy minden videó hirdetés. oké, okay, Forstner csengét néztünk, de mondhattatok volna mást is. Mondjatok mást! Mondjatok még egy példát, aki azért, azért nem egy Forstner csenge. Elvesztettem a hirdetés szó Nyugi, nyugi. Stay with me, stay with me, bro. Stay with me. Uh, chat. mondjatok egy valakit, akit meg ilyen Nessai, köszönöm. Nessai, Nessai sokan szeretik, értékes tartalomgyártóként van. Azért valamilyen szinten elkönyvelve. Nézzük. Nessai kek. Videókat nézzük, mert most az a lényeg. Ez uh, nem hirdetés. Nem hirdetés. Nem hirdetés. Nem hirdetés. Nem hirdetés. 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 Nem hirdetés. Szóval 8 időből kettő volt hirdetés. De ez szerintem ez annak köszönhető hirdetés, hogy ne szállj ugye streamel, és azokból vannak kivágva jelenetek. Szóval nyilván azért ez nem a klasszikus influencer, nem az a Dezső Bence Forstner Csenge ahogy minden videó le van gyártva a TikTokra, azok, amik a TikTokra vannak gyártva, vagy az Insta rélekhez, azok ilyen tartalmak, azok külön, külön vannak, nem streamekből összevágva. Hasonlítgatott, hogy a 100. élet és 70. élet olyan, mint összehasonlítani a füvet és az alkohol. Nem, nem olyan. Mert a Dancsó azt kéri számon, hogy mennyire sok volt a hirdetés a pankutyáiknál, amúgy nem kevés, de nem annyira sok. Nem, mert én mostában tényleg azt láttam, több tucat olyan tartalomgyártót, akinek minden videója hirdetés. Az elmúlt 12 videója mondjuk. De nyilván a kivételősítő szabályt, vagy, vagy, teljesen mindegy. Hogyha ő most rájuk akar kiakadni, csak, csak így a, a, a méltányosságot mondom megint, meg az, hogy, hogy keresem az okát, hogy miért pont rájuk förmed így, vagy hogy mennyire lehet igaza, és ezt latolgatom. Egy egész Meki, csak nekem! Másokkal ellentétben én nem érzelmi alapon hirtelen felindulásból csinálom a videókat, most is megvártam, hogy mi lesz ennek az egésznek a kimenetele. Úgy, hogy összegyűjtöttem, hogy az utóbbi hónapokban milyen jó kis reklámokat forgattak a srácok. Szia már! Itt vagyok a nyugatinál, és képzeld, eltűnt a Meki kamion. Mi az, hogy eltűnt? Ha nem tudom, de nagyon éhes vagyok, úgyhogy tudnál hozni Mekit? Jaj, nem még egy kamiont? De hogy visszak a múltkor is akkora meló volt. Oké, okay, ezt értem, de nincs valami más ötleted. És végignézzük a reklámot. Meghoztam a megit. Egy egész meki, csak nekem. De csak neked? Mostantól újra nyitva a nyugati meki, és ti is nyugodtan lehettek itt. Gyere, és nézd meg te is élőben a megújult nyugati megdonált. Ezt hívják családbarát tartalomnak. Sajnos ez a, ez a humor küszöb az, ami szerintem ott is bejön. De komolyan, nézzük meg, tegyük ide a VR-nak a, a megkis is kollabját, ami valószínűleg, hát próbáljuk meg megbecsülni. Százszor ennyi pénzből készült? Az, az nem olyan cringe. Pedig abban is színészkedés van, és nem túl hihető színészkedés, mert ők se színészek. És tudom, hogy erre már sok ember kiakat rám, de ettől függetlenül ide citálnám, ha már meg is de lehet ide lesz. Az erős Pista meg miért nem kereste meg őket? Csinálhattak volna olyat, hogy erős Pista meg erős Béla. Azt együtt futnak. Egyik kezükben egy Samsunggal, másikban egy sajtburgerrel, azt a háttér... De mintha Dan a Dancsó nem csinálna a Oké, no, oké, let's egy go. Meg elhúznak egy mekis kamion. Opel, egy egész meki, csak nekem. S aztán jött a következő megdonálcos videójuk. Norbi, hallottad, hogy a Viánnak lesz mekis menüje? Hall. Már te is? Honnan szerezted? Nem mondhatom el, titkos. Kicsit azért felháborító, hogy ennyit reklámozták a Mekit, és nem is ők kaptak saját menüt. Hát így hálálta meg nekik a Meki kukac, hogy ennyi videót csináltak nekik. Jó. Most ez mi? Mi, mi? mi, ez a gondolat? Így hálálta meg nekik? Nem, nyilván a VR sokkal nagyobb formátum. <hállt> Aki állandóan foglalkozik a gyorskajákkal, pont ugye megjártottak már a reklámot. Szerintem a VR több embert meg tud mozgatni, mint a pankutya. Több. Olyan embert, akinek van pénze. Akinek van pénze, mondjuk megvenni 20-szor egy meg is menüt, hogy kitegye a polcára mind a 20 dobozt. És arra mutogassa a viáros os ilyen fangruppokba a Facebookon. Mert ez így működik. És meg jó jól rátapintott. A VR mennyi van elkért érte a nagyon sok pénzt. Deal, deal. Win, win. Szóval, hogy be van ide rakva a vr reklámnak a pamkutyás verzióra. Én, amikor, verziója. Én amikor ezt néztem, és van a videó, én ugyanúgy, én erre mondtam azt, itt a Márknak a produkció erő, szerintem, szerintem, ez több, mint cringe. Szerintem nagyon nem, nagyon nem találták el a dolgot, de senki nem akadt ki erre a, abba a komment szekcióba, hanem mindenki csak a viáros részre akadt. Hát Kellett, nem nézték meg odáig a videót. Akkor megoldom máshogy. Mennyi pénz kaphat ilyenkor a VR? Nem tudom megbecsülni. De még, hogyha ez még, tehát, hogy nagyon sok pénz. Tehát valószínűleg a összegek nem nagyon ö, cserélnek gazdát így Magyarországon a kontentipar vagy influenceripar, ipar, ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon magas összeg lehet. Mekkora már, a két hét múlva megafonban jelenne ancsó nem lesz ilyen. Ő erre ilyen szinten nem süllyed. Egy egész Samsung csak nekem. És... Túl volt játszva, én ezt mondtam. Sőt, talán. vajon nem érezték kellemetlennek, hogy másnak a McDonald's. Ja, Istenem. Zsózé megemlített a podcastjába, hogy annyi maradt meg neki a VR meg is reklámkritikád kából, hogy neked nem tetszett, nem volt jó az egér meg a billentyű hang, valami ilyesmi. Zsózé nagyon nem kedvel engem. Amióta volt az a kaszis affér, és akkor nem, nem tudom, én nem tudom. Szerintem azt a videót azt nem nézte végig, vagy legalábbis nem értette meg, ha ennyi, ennyire emlékszik belőle. De, de nagyon örülök neki, hogy megnézte és érdekli a munkásságom. Szuper. Hát hamburgerét reklámozták. Szerezzétek meg ti is a VR meg is kedvencét ezzel a trükkel, bármelyik McDonald's-ban. Ja? és hogyha kell, akkor a pankutya is egyszerre reklámoz két konkurens streaming szolgáltatóz. Megy a skyshowtime.com vagy az HBO most már tényleg mindenféle műsor felemmel. De hát úgy látsz... Igen. Viszkok mellé. Várjál, várja. Viszkok Fruzsi mellé betették a pamkutyát, vagy fordítva, bocsánat. Ez Dancsonak egy régi veszőparipája, hogy hogy egyszerre két streaming szolgáltatót uh, szponzorálnak. Mert nyilván most nem talál más példát. Ez olyan furcsa erő, mert én sokat beszéltem, és bocs, hogy ennyire sokat fogok megint <laughs> előre, előre elnézést kérek. Jó, jó kezdődik. Szóval ez úgy működik, hogy amikor influencerként vagy akár ügyfélként, mindegy, köttök egy szerződést, abban a szerződésben lehet exkluzivitás. Lehet az, hogy te bizony semmilyen más céggel, ami kompetitor. Például Samsung. Azt mondja, hogy te mostantól Samsung influencer vagy, a következő fél évben, amíg fizetünk neked ezért, meg még három hónapig mondjuk, úgy kötjük meg a szerződést, hogy addig te nem használhatsz semmilyen más telefont, fülhallgatót, tabletet, nem tudom mit, nem mutogathatsz egyáltalán sehol, ami neked publikus profilod, vagy hát na, szóval hogy nem töltetted fel az internetre az arcoddal, meg a neveddel. Mert? akkor megsérted ezt a szerződést, és nagy valószínűséggel minden pénzt vissza kell adnod, lehet még kártérítést is, tehát hogy ilyenkor borul minden. Nyilván a közvetítő ügynökségnek általában a legfő feladat, hogy ezt megakadályozza, szóval mindenképpen szóljon annak az influencernek, aki ne találtam valami ilyesmit tenne. Na most a tény, hogy Viszkok, viszkok Fruzsinak ki lehetett ez a két cucca, nem tudom, egy időben vagy mikor, ez azt jelenti, hogy ez az exkluzivitás nem volt meg. Szóval, hogy ilyen szempontból az ő hitele nem kérdezik meg, hogy mondjuk valami olyasmibe sétált bele, ami a jogi probléma, és utólag le kellett volna venni. De most nem fog ennek utána nézni, hogy fenn van, még mind a kettő. A másik az, hogy ez mennyire számít problémának, hogy, hogy két különböző streaming szolgáltatóra vagy feliratkozó, mindenkinek mindenki, csinálsz egy reklámot. Ez még nem számít annak. Az, hogy milyen reklámot csinálsz, hogy ez mennyire hiteles, hogy ez mennyire kínos, vagy mennyire nem kínos. Az, hogy csinálsz egy fotót, hogy te éppen nézed a Netflixet, és ez a reklámja a Netflixnek, vagy a Disney Plusnak, szerintem kínos. Én lehet nem így csinálnám. De ettől függetlenül maga a morális része az, ez itt ilyen, ilyen nekem inkább másodlagos. Hogyha engem felkérne egyszerre a Nintendo, meg a Sony, meg a Microsoft, hogy egy-egy játékukkal játszak, vagy a kontrollerüket, vagy a gépüket próbáljam, és mindegyikért fizetnek, és én mindegyiket kipróbálom, akkor én hipokrita vagyok, mert mind a hárommal játszom egyszerre. Vagy én olyan ember vagyok, aki mind a hárommal játszik egyszerre, vagy mind a háromra kíváncsi vagyok. És összét a a jelenleg is ez hogy a Sony is küld nekem ilyen játékokat, meg a Nintendo is küld, és mindegyikkel játszom, elmondom róla a véleményem, aztán megyünk tovább. Ö én ebben nem látok akkor a problémát. A megvalósítás az már egy másik dolog, azt lehet vitatni, hogy ez a viszkok kép, mondjuk ez mennyire aggályos, vagy mennyire nem aggályos. De ja, én ebben nagyon, nagyon minimális problémát. Hát például én azt csinálnám, hogy mondjuk két éven keresztül minden héten elmondanám nektek, hogy a Surfshark VPN a legjobb. Ugye ez is történik. Már régóta ö, a Surfshark VPN ö, támogatja a YouTube csatornáimat. És mondjuk lejárna ez a szörny másnap én felvenném a valamelyik másik VPN-t. Nyilván a kommentek fele arról szólna az első videónál, aztán a másik videónál már csak a kommentek egy harmad, aztán már csak az egy negyede, aztán szépen eltűnének, de én nem tenném ezt meg. Nekem ez többet számít, hogy ezek a kommentek ne jelenjenek meg, ne, bele tudjak nézni a tükörbe, de lehet valakinél meg ez problémás, vagy nem olyan problémás, és megtenné. De hogy arra már inkább lehet azt mondani szerintem, hogy hogy ez ez gáz. De ilyet is nagyon sokat láttunk már az influencer világban. Én nekem nagyon sok személyes tapasztalatom van. Nagy mobil cégnél dolgoztam, ami nem a Samsung és nem az Apple. Ki lehet találni, melyik volt a harmadik, a legnagyobb egy időben. És, és számosan alkalom volt. Lejárt a szerződés az influencernek, két évig dolgoztunk együtt, másnap már iPhone. És mit tudok csinálni? Semmit. Az emberek mit csinál? Leszarják. Egy-két komment van, aki megjegyzi a streaming szolgáltatók nem oké. elvárása, a kizárólagosság és a hitelesség az influencerek körében. Hiteles. Hülyékkel semmit nem lehet megbeszélni. A barátnőinek van igaza, maga egy idióta. Mi ez a műsor? Mi van még itt? bevág ide direkt valami régi coca kringét? Érzi nagyon. Jó Tekintsük meg a pamkutya legkeményebb forgatását, ami azért volt kemény, mert szponzoráció volt. Akarjátok tudni, hogy melyik volt a legkeményebb forgatásom? A legutóbbi, amikor vasutat építettük. Nem nekik volt ez a forgatás kemény, hanem azoknak az embereknek, akik ott dolgoznak amúgy minden nap. Kem ez most már tényleg kicsit megafonos, ez már ilyen deágdon, és az meg ezt már nem tudom dancsó és a kultiválni, bazeg. Jó. Kemény volt, de imádtuk. Köszönjük a Svitelszkének a meghívást. Aztán a pamkutyások még magasabbra rakták a szintet... Én végignéztem azt a videót, szerintem nagyon érdekes volt és tanulságos. Én nem láttam még ilyet. Lehet, hogy egy kicsit hogy mondjam, ilyen, ilyen túl family friendly a srácok, de bazd meg, ők ezt a stílus nyomják. Én el tudom viselni. Lehet, hogy nem a legizgibb, nem annyira nagy a rizzük, mint Dancsó Péternek néhány videójában lehet, de én abból a videóból, én nem tudom, én abból a videóból úgy éreztem, hogy That was 10 minutes well spent. Vagy nem tudom hány perces volt, de jó volt. És elmentek West End kajáldát reklámozni. Hadd mutassuk be a West End új ételutvarát. Ez a Food and Friends. Íj, az meg. What? Ez viszont jó cringe. új dizájn. Super hangulat. Egy valami szart, amitől utána két nap ki van a gyomron. És valószínűleg nekem volt ilyen a West Endbe, hogy ott bizony utána. Hát még, tehát beöntés, vagy hogy hívják ezt, na ilyen gyomor, mosás nem kellett csinálni, de azt hittem, hogy, hogy meghalok. Ettem ilyen kínai tésztát, és ö, napokig jó volt. Na, a... De egy, így, rég volt ez, már szerintem tíz éve. Képről pont a szuperhangulat jut eszembe. Szuper hangulat. Ez a Béla milyen boldog, hogy műanyag evőeszközökkel leheti az egész napos fáradt tolajban áztatott mócsingot. Finom ételek. Na, ha... Hát az a baj, hogy <laughs> jobb önt. Az a baj, hogy ebben ebben nagyon könnyű belekötni. Ez tényleg van, amit nem kellett volna szerintem. szerintem. én nem vállaltam volna a behelyükbe, ennyit tudok mondani. Bemutatni a West a, 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 mit? Kaja udvart. Hát, oké. Okay. Tényleg nem, egy, nem egy, 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 emelkedett hely. Tehát, hogy akkor kajászod, ha muszáj nagyjából. De nyilván van, aki meg akkor kajál ott, amikor ünnepnap van. Tehát most az meg ilyen, ilyen, ilyen ez nem, én inkább otthon szeretek enni. De, de, lényegtelen, szóval, hogy ettől függetlenül, ja, ez, ez szerintem se passzol hozzájuk olyan jól. Ha van szuper hangulat, akkor ez az. Szuper hangulat. Itt, itt, itt ez most már eke hangulat lett, srácok. Szívja az ekéjüket. Ott neki nem volt gyerekek. Gyere el te is, nézd meg élőben. Erről. Hát ez, ez körülbelül olyan volt tényleg, mint egy ilyen Hajdú Péter videó. Most nem tudok, sajnos nem tudok szebbet mondani erre Tartsunk itt nagyon. Sajnos igaza van, vagy nem tudom, sajnos, -e, de egyetértek. értek. A helyről a baranyi jót szó jut eszembe. Ja, Ezt a helyet nem akarok trés. neki volna reklámozni. Ő mindig... Tres az egész internet. Teres az egész politika. Barignyó, látom, nagyon finom ez a kaja. Tetszik a szetted. Ö, mi volt a legdrágább dolog? Tényleg? A Western Food Court a gasztronómia csúcsa. Chefskis. Látom, nagyon finom ez a kaja, tetszik a szetted. Kutató munkám során utána jártam, hogy ki volt még azon a szinten, hogy elvállalja ezt a West End kajáldás reklámozást. És hát nem kellett csalódnom. A Vivi elvitte magával a... Igen, jó. A frantba. Igen, ez a társaság, ez már itt, itt... Hát ez a TikTok. Sajnos ez az. Tehát, hogyha eljutsz erre a szintre, hogy hogy igen, pláza bemutatót csinálsz a, a TikTok csatornádon, az, és ott vannak Viviek, és Vivi és Norbi ott vár, hogy na, hadd vegyem már fő is azt a, az, az, az a cuccot a bizu Bridget előtt, mert ők is jeleneteznének. Az, az meg, az kiütéses. mint hogy nyilván most nem azt mondom, hogy a plebsnek csinálod akkor a tartalmat, de hát valószínűleg igen, nem azok fogják megnézni, akik túlontúl -túl műveltek, és annyira szomjaznak a tudásra, hanem olyanok, akik így vagy kifingott adja, tök mindegy, mit néznek, és előjük dugod, vagy, vagy, ja, vagy, vagy ez tudja őket lekötni. És ez nyilván sajnos szomorú dolog, hogyha valakit nem érdekelnek érdekesebb dolgok, vagy összetettebb dolgok, vagy bonyolultabb dolgok, de van, aki meg ja, nem, nem, nagyon akar, vagy nem tud esetleg ilyen dolgok irányába menni. Nagyon néz ezt megfogalmazni, úgyhogy diplomatikus legyek, lehet, hogy nem voltam az, nem akarok senkit megsérteni ezzel, de ja, néha ezeket így nem tudom finiselni, nem tudom jobban finiselni ezt a gondolatot. Sajnos ez, az meg ez káó. Itt, ha Vivi és Norbi megcsinálja egy ugyanilyen futkort bemutatót, ez tényleg ciki. Mármint a, a pamp kutya részről, mármint, hogy én például sok ilyen kampányban még nem vettem részt, de elmondom a taktikámat, ha esetleg valami cég engem szeretne valamilyen videójában vagy akármiben tudni. Volt már sok próbálkozás, amit elutasítottam, pont ilyenek miatt. Mindig az, az első kérdésem, és ki csinálja még ezt a kampányt rajtam kívül? Ha, hát, azt nem mondhatjuk el, jó, akkor engem nem érdekel, köszönöm szépen. Ja, jó, elmondjuk, itt van még ez, meg az, és akkor így, hát akkor jó döntöttem. Mert, mert nem, nem akarom, hogy az emberek összemossanak az, hogy há, há, ez erről pofázott erről a csávorot, erről most meg vele csinál közösen valami videót. Ja, lehet, hogy mert én próbálom magasra tenni ezt a, ezt a erkölcsi nívót, vagy nem tudom milyen szintet, amit én magamnak itt beképzelek. Jaj. bazeg. Mivel emberek is néznek egyszerű dolgokat, vagy teres is. Tudom! Csak azt mondom, hogy nem feltétlenül Vivi és Norbi. Tehát, hogy egy Vivi és Norbi reklámot, az nem trash, érted? Az, 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 azt miért akarná bárki nézni? De sajnos vannak, akik még ezen túl... ma még, ma este, az meg végig fog nézni egy 10 perces Sunday videót. Itt együtt, nem tudom, hány száz emberrel. Jaj. 600 emberrel. És, és, és most lehet, hogy cringe dolgok fogunk látni. A saját a West Ó, oh, nem már Norbert, ez a boz már bezárt. Ó, oh, de Ay, Norbert, ne csináld már. Milyen kapcsolata az, ahol a lány megy elől, és a fiú meg mögötte cipeli a szatyrait? Egy csomó minden cipelek. Fázom és éhes is vagyok. Én is megéheztem. Az vagy nekik ez a karakterük, ennyit tudnak, hogy van a boss, a boss girl, meg van a izé, a béta úr, Jesus Christ... Gyere, meghívlak valamire! Egyek indiait, vagy görögöt, vagy hamburgert mint te, de ennék levest is! VÁLASZ MÁR! Jól van! Nekem mindegy, akkor én fizetek, te meg válasz! Az egész videónak a csattanója az volt, hogy összevesztek. Álltak a tiédből? Nem! Sőt, tudod mit? Vajon milyen üzenet lehet az a West End kaját? Na, bocs hogyha ott tesznek a párok, akkor garantáltan össze fognak veszni. Nem. A Vivi beáldozták a, a, plot miatt. A, annyira jó szkriptet írtak a srácok, hogy a, a Western azt mondta, hogy hát meg. Ez a legjobb. Nyomjátok. Ott az egész futkort üres az egész. Csináljátok. És megszületett a mű. A videójukat egy üres részen vették fel, ezért úgy jött le, mintha senki nem járna oda. A pamkutya videójában legalább látszódott, hogy van élet. És szuper hangulat. SZUPER <coughs> HANGULAT <coughs> ja, A következő videó... <coughs> Nagyon gonosz, meg. Nagyon gonosz. <coughs> van találkozunk. Puszikálok minden. Ennyi. Ennyi. <coughs> gyere, gyere, gyere! <coughs> oh, basz meg. Ó, oh, atyám, ez nagyon sokat rombolt. Az, az érdekes, hogy például volt ez a túlzakinges produkciója a pamkutyáiknak, amit én is megnéztem, hogy szembe jött velem az Instagramon. Mindjárt megmutatom. Ez volt az a videó. Ez volt az a videó. Fizetett együttműködés. És még én is kommenteltem. És azt írtam, hogy nekem... Nekem is adta. Tehát ez a videó szerintem tényleg jól sikerült, jó volt. Én ezt őszintén kommenteltem ide, nem azért, hogy benyaljak. Ha most megnézzetek megnéz, meg majd ezt a videót, ez, ez, nem, ez ebből nem emelt be a Dancsó Péter. Valamiért. Vagy én legalábbis nem emlékszem, hogy ebből beemelt volna. De úgy látszik, hogy nem minden reklámot ítélt el, csak kivágott olyan... Olyan, olyan... Egy-két olyat, mint a Mekisek, alright. Szerintem is ilyen túl family-friendly, túl PC az egész ez a, ez a West End futkortos ott volt benne, volt benne, de szerintem csak egy pillanat. Jó, mondjátok meg, hogy mi a timestamp, megnézem újra, várjál, megkeresem. Szerintem az, amit belerakott, az a kivágott jelenetek, vagy valami ilyesmi volt. Benne volt a billentyűzet lefelé, igen, de van egy videójuk, amikor... Hol van? Ez. Réj! Réj! vagy? <laughs> nem, nem. Akkor tényleg az volt benne, a verekedős, rész, a verekedős résznek egy része volt benne. De nem az egész videót láttuk. Hol van az eg? Ö... hol lesz? Itt van. Hülyékkel semmit nem lehet megbeszélni. Ennyi. Ennyi volt az egészből benne. Mert ez... A barátnőinek van igaza, maga egy idióta. Várj, ez is benne van? Várj, várj. Nézem. Ez nem, ez valami már, ez, ez nincs benne, ez össze van vágva két videó. Uh, szóval, na mindegy, lényegtelen. Nekem az őszintén tesz, szerintem ott, ott ügyesek voltak, vagy jó volt szerintem a dinamika ahhoz képest, amiket mondjuk a meg videóban láttam, így jóval jobb volt. Nem tudom, lehet én olyan típus vagyok, hogy értékelem, hogyha látok valami jobbat, mint amit előtte láttam. És a sok embernél mindenkinek szerintem ez igaz. És fel lehet, fel lehet hány, róni nekem, vagy biztos azért mondom, mert hogy védjem őket. Nem áll érdekem, vagy nem, nem tudok ilyenről, hogy nekem mi lenne ez fontos. A, a, a futkort az, az, sajnos az, az tényleg knockout, az, az káó, az, az védhetetlen. Úgyhogy nem tudom, a Dancsó videója, én nem tudom, nem nézték meg annyira sokan 150 ezeren, hogy pontosan ez most miből, miből jött, vagy miért ez jött. De nagyon szívesen látnám azt, hogy a Dancsó Péter így Ténylegesen elkezdene egy csomó mindenki mást is ö, kritizálni, megmondani a véleményét. Érde élvezettel fogyasztanám, és szerintem sok ember kíváncsi lenne, úgyhogy várom azokat a videókat, amiben mondjuk a VR-ról, vagy a Neszáról, vagy bárki olyanról mond véleményt, akiről még ő eddig nem fogalmazott meg. Addig is nézzük valami cringe vidit! <kül>